Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Az elmúlt napok legnagyobb visszhangot kiváltó belpolitikai eseménye Torján József lemondása volt. Megkérdeztük a független kisgazdapárt, a Fidesz, az SZDSZ és az MSZP pécsi képviselőit, miként értékelik a kialakult helyzetet. Február 8-án csütörtökön lemondott dr. Torján József az Agrártárca éléről. A hír nem érte váratlanul a politikai élet képviselőit. A változásról, valamint a politikus által jelölt új miniszter Gyimóti Géza személyéről kérdeztük a helyi pártok képviselőit. Nyilvánvaló, hogy Torjánnak azonnal mennie kellett. Kár, hogy ilyen félmegoldás, kár, hogy nem lehetett kimondani, hogy ez az ember alkalmatlan a közfeladat ellátására, és helyette valaki mást hoztak volna. Gyimóti nem megoldás, Gyimóti bábja Torjánnak, Torján ott marad a helyén, csak legfeljebb egy lépést hátralép, és onnan fogja ugyanúgy irányítani bábként ezeket az embereket. A torjánizmussal kellene leszámolni, nem pedig félmegoldásokat hozni. Már csak az lett volna nagyobb öröm, hogyha egyáltalán nem került volna sor a kinevezésére Torján Józsefnek, hiszen egy olyan erkölcsi mélypontra vitte az egész politikát, amiből mindenkinek nagyon-nagyon nehéz lesz kikecmeregnie. Tehát azt gondolom, hogy azért valakinek valamilyen felelőssége azért van abban, hogy Torján József egyáltalán miniszter lehetett ebben az országban. Én azt hiszem, hogy igazából a mezőgazdasági minisztert nem Gyimóti Gézának, hanem Orbán Viktornak fogják hívni. Tájékozódva a városi szervezet vezetői körében mindenki megnyugvással fogadta ezt a döntést, és azt hiszem, hogy ennek az indoklása a miniszterelnök úr, illetve Torján pártelnök úr részéről részletesen el is hangzott. Torján József jelenlegi helyzetét, amennyire mi ismerjük, nem tartjuk rossznak. A kisgazdapártnak ő az országos elnöke, nagy valószínűséggel a frakcióvezetője lesz. Az egyéb dolgokkal kapcsolatosan pedig, amit itt különböző kereskedelmi televíziók és egyes újságok írogatnak, az ártatlanság vélelme őt is megilleti. Gyimóti Géza már volt a Földművelésügyi Bizottságnak a vezetője, agrármérnök, tehát ami a Torján doktorral kapcsolatosan kifogásként merült fel, hogy nem szakember, az Gyimóti Gézával kapcsolatban ugye nem merülhet fel. Az alkalmasságát azt majd az idő fogja bizonyítani. A brüsszeli Civitas pályázat segítségével Pécs belvárosában akár akkumulátoros kisbuszok is közlekedhetnek a jövőben. A pályázatot ugyanis a belvárosi tömegközlekedés korszerűsítésére írták ki, meg kiváló lehetőség lenne a pécsi áldatlan állapotok javítására is. Március 14-e a beadási határideje annak a brüsszeli Civitas pályázatnak, melyre Pécsváros is készít pályamunkát. A pályázatnak lényege az, Pécs városát illetően, hogy a belváros közvetlen belső területéről a még jelenleg átmenő buszokat megpróbáljuk egy peremterületi részre kiterelni. Az elterelés a 30-as, 32-es és 33-as járatokra fog vonatkozni, melyek az Ágoston tér Kárvária utca irányába lesznek elterelve. Itt a belvárosban, a Buzatértől a Széchenyi térig, valamint a Kórháztértől a Széchenyi térig egy ilyen környezetkímélő elektromos meghajtású kis minibuszok közlekednének, amelyek részben a belváros forgalmát a Pécsváros polgárai számára, részben pedig a turisták számára bonyolítaná le. A beruházás mintegy 100-150 millió forintba kerülne, ami 4-5 darab elektromos hajtású autóbusz árának megfelelő összeg, amit a pályázati támogatásból kíván a város finanszírozni. A kiírás azonban tartalmaz önrészi kitételt is. A pályázat kiírói szerint 35%-os önrészt kell biztosítani, de ebbe a 35%-os önrészbe benne foglaltatik már az infrastruktúrális hálózat kiépítése, amelyet ennek érdekében a város tesz. Eszerint az Ágoston tér és a Kálvária utca kiépítése, majd ezután a Buzatér úgynevezett tízes tömb infrastruktúrális kiépítettsége jelenti a pályázati alapot.
2001-ben az elmúlt szombaton tartott első ízben fogadónapot dr. Toller László városunk polgármestere. Ez alkalommal a gyárvárosiakat várta problémáikkal a Szibert Róbert általános iskolába. Polgármesteri fogadó órát havonta, de legfeljebb 6 hetente tartanak városunkban. Az aktuális helyszínek kiválasztásakor a körzetek akut problémáit veszik figyelembe. Gyárváros sokáig számított peremkerületnek, a felgyülemlett problémák is erre utalnak. Benne van Pécsújhegy, amely tartósan leszakadónak tűnt, most zárkózik föl, és benne vannak bizony olyan területek is, amelyek hát az emberi életre nem egészen alkalmasak, Györgyaknak Györgytelep. Ennek megfelelő a látogatottság is. A fogadó órára ezúttal közösségek is érkeztek. A pécsújhegyi lakosok képviselői és a Szibert Róbert általános iskola pedagógusai a szülőkkel együtt keresték fel a polgármestert. Szinte lakossági fórum szerint beszéltük meg a speciális problémát. Újhegyen az 5 régi vágyat, itt az iskolában pedig az iskola felújításának, teljes felújításának a lehetőségeit. Most már a helyi képviselő, egyéni képviselők is itt ülnek a fogadóórán, közvetlenül szívják a tapasztalatokat, és hogyha van felelőtlen ígérgetés, akkor itt biztos, hogy lebukik. A következő polgármesteri fogadóóra helyszíne előre láthatólag Rácváros és környéke lesz. Itt az új lakótelep és a hegyoldal problémái, valamint a nagyáruházak 6-os útmenti telepítése indokolja a fórumot. Ülést tartott az önkormányzat gazdasági, tulajdonosi és vállalkozási bizottsága. A képviselők 8 napi rendi pontot tárgyaltak. Elsőként egy furcsa ingatlan cseréről. A Megyer városrészben magánkézre jutott ingatlant csereszerződéssel vásárolná vissza a város, hogy azt közpark kialakítására használja. Vitát váltott ki egy májusra tervezett rockfesztivál. A szervezők a Malomvölgyi Arborétumot bérelnék a rendezvény számára. A bizottság csak kaució és teljes felelősségvállalás mellett támogatja a megállapodást. A városi költségvetés szociális fejezetéről, a lakásprogramról és a gyermekvédelem városi és megyei helyzetéről mondták el véleményüket a Szabad Demokraták Szövetsége pécsi szervezetének tagjai egy ma délutánra összehívott sajtótájékoztatón. Az SZDSZ sajtótájékoztatóján a csütörtöki önkormányzati közgyűlésen napirendre kerülő költségvetési tervezettel kapcsolatos, az SZDSZ által előterjesztésre kerülő programjavaslatokról adott tájékoztatást Pörös Béla. Ezek közül az első az úgynevezett Start lakások programja, mely az állami gondozásból kikerült fiatalok lakáshoz jutását segíteni elő. Ezek a gyerekek ezek teljesen esélytelenek a lakáspiacon, teljesen esélytelenek arra, hogy valamilyen saját rendelkezésű lakáshoz jussanak. Ezért gondoljuk azt, hogy például a Széchenyi program keretében, ha a város pályázna itt szociális bérlakások létrehozására, akkor feltétlenül egy kiemelt célcsoportnak kellene tekinteni ezeket a gyerekeket, hisz őnekik más lehetőségük nincs. Az SZDSZ javaslata szerint 20 önkormányzati lakást kellene elkülöníteni az érintett fiatalok számára, elsősorban azoknak, akik már családot alapítottak. Második témaként a város szociálisan és fizikailag leépült peremkerületeiben élők helyzetének javítására megfogalmazott programtervezetről esett szó. Azt javasoljuk mi, hogy ez a városi szociális lakásprogram keretében kerüljön szintén kezelésre, tehát előbb-utóbb gondolni kell arra, hogy mi lesz ezekkel a lakásokkal, mi lesz az ott élő emberekkel. A sajtótájékoztató harmadik részében a költségvetés szociális fejezetével kapcsolatos tervekről nyújtott tájékoztatást a Szociális Bizottság szakértője. Két fontos témát emelnék ki, az egyik a gyermekvédelmi támogatás, illetve a gyermekvédelmi törvény városi végrehajtásával kapcsolatos költségvetési kötelezettség, a másik pedig a városban működő, szociális szférában tevékenykedő, ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek. A 2001 évi költségvetési tervezet nem tartalmazza a Meszesi városrészben létrehozandó gyermekjóléti és családsegítő szolgálat kialakításához szükséges összegeket. Az SZDSZ javaslata szerint a Hásfa utcai iskola volt épületének felújítását folytatni kell, hogy az intézmény ebben az épületben kezdhesse meg munkáját. Szintén szóba került a civil szervezetek városi támogatása is. Mi szükségesnek látjuk, hogy az intézményekhez igazodva, lévén, hogy ezek a szervezetek városi feladatokat látnak el, az éves támogatási összegük legalább az infláció mértékében növekedjen minden egyes évben, ezért javasolni fogjuk, hogy a támogatásukra elkülönített összeget mintegy 10%-kal emelje meg a város, és ennek megfelelően folyósítsa részükre.
A Malév repülőgép karbantartói vasárnap este befejezték sztrájkjukat, ám a forgalom várhatóan csak napok múlva stabilizálódik. Az utazni vágyóknak addig még számítaniuk kell némi kényelmetlenségre, esetleg késésre. A Magyar Légitársaság repülőgép karbantartói fizetésük emelését szerették volna elérni munkabeszüntetésükkel. A sztrájk miatt néhány napig a Malév nem tudott saját repülőgépet indítani, ám a pécsi utazási irodák tapasztalata szerint ez csak kisebb kellemetlenségeket okozott az utasoknak. Azt vártuk, hogy komoly fönnakadások lesznek, visszalépések, problémát jelent ez az utasoknak, de azt tapasztaltuk, hogy a kezdeti ijegység után végülis az emberek megnyugodtak, mert különösebb probléma nem merült föl az utaztatásukkal, és a Malév is biztosította az utazóközönséget arról, hogy a panaszok esetén megfelelően és méltányosan fog eljárni. Volt példa rá, hogy egy kis társaságunk Genfből este helyett délbe kellett, hogy elinduljon, és mégis a tervezett időn túl ért haza, akkor sem Budapestre, hanem Bécsbe, és Bécsből taxival jöttek vissza Budapestre. Az utazási irodák tapasztalata szerint a kényelmetlenségek ellenére mindenki elérte célállomását. A Malév azonban a tényleges anyagi veszteség mellett várhatóan jelentős presztízs veszteséget is elkönyvelhet a sztrájk miatt. Aki egyszer így porul járt, vagy hallott erről, akkor kezdi ezeket a légitársaságokat kerülni, hogy már foglalásnál már azt mondja, jaj, csak arra a légitársaságra ne. Nem tett jót senkinek. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János tanítóképző főiskolai kara 5 évvel ezelőtt első ízben indított kihelyezett levelező képzést Pécsett szociálpedagógia szakon. A frissen végzett első évfolyam több mint 30 hallgatója a Művészetek Házában vehette át diplomáját. A Győri Egyetem kihelyezett levelező tagozatának a Comenius szakközépiskola és humán szolgáltató központ ad otthont. Az intézmény olyan tagozatokat indított, melyek a Pécsi Egyetemen nem működnek, így egyfajta hiányt pótolnak. 5 évvel ezelőtt merült fel az igény, hogy Dél-Baranyában, illetve ebben a régióban olyan képzést is elindítsunk, amelyek a szociálpedagógia területén, mint hiányszakmaként megjelenő szakemberek tudják ellátni családotthonokban, lakásotthonokban, különböző gyermekvédelmi intézményekben azokat a munkákat, ami ebben a feladatkörben megjelenik. A képzés sajátossága, hogy az elméleten kívül gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek a fiatalok. Örömmel mondhatom, hogy nem csak az érdeklődés nagy szakunk iránt, hanem a minőségi munka is kiváló. Éppen az előző hónapokban, novemberben és decemberben volt a Magyar Akkreditációs Bizottság látogatása Győrben, és igen elismerően nyilatkozott a szociálpedagógus képzésről. Maga a minősítés itt februárban a kihelyezett tagozaton fejeződik be. Az intézmény a végzős diákoknak a további elhelyezkedésben is segítséget nyújt. Én inkább középiskolában szeretnék elhelyezkedni, ezzel a képzéssel nagyon sok területen lehetne dolgozni, de én úgy gondolom, hogy középiskolában szeretnék dolgozni. Aztán majd meglátjuk, hogy finanszírozni bírják-e az iskolák, mert ez egy elég nagy gond még. A híradások nap mint nap foglalkoznak az Európai Uniós csatlakozás feltételeivel és az ebből származó feladatokkal. Nem véletlen tehát, hogy az immár 3. éve működő nyugdíjasok népfőiskolája is Utunk Európába címmel szervezett előadássorozatot. A már évek óta működő nyugdíjas népfőiskola új előadás sorozata most a mindennapi politika világába kalauzolja a hallgatókat. Az uniós tudnivalókat követően környezetismereti, valamint az egészségügyet érintő kérdésekről tartanak előadást az érdeklődőknek. A népfőiskolára általában nyugdíjasok járnak, mivel ilyen délelőtti órában van, hát ők érnek rá jobban, és általában olyanok, akik nem csak, hogy az időt itt eltöltsék, hanem tényleg érdeklés őket az a téma. A Konzum irodaházban tartott rendezvények ingyenesek, és minden hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődnek. Én minden héten eljövök, mert nyugdíjas vagyok, ráérek, és ettől azt várom, hogy a magyarországi csatlakozási feltételeket bővebben meg fogom ismerni, és legszívesebben arról szeretnék hallani, hogy mint nyugdíjas mit fogok profitálni belőle.
A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Köszönöm a figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, műsorunkat rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk. Folytatódik a tavaszias idő. Éjszaka kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 plusz 2 fok közé csökken. A hajnali pára és kötfoltok megszűnése után holnap többnyire napos idő lesz, bár néhol felhősödésre is számítani kell. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 3-8 fok között alakul. Nehéz helyzetbe kerülhetnek a baranyai kórházak a gyógyszeráremelés után, adja hírül a holnap megjelenő Dunántúli Napló. Március elejétől a társadalom biztosító által nem finanszírozott gyógyszerek ára csaknem 10%-kal drágul, majd júniustól is hasonló mértékben a támogatott patikaszerek is többe kerülnek. Az áremelés után nehéz helyzetbe jutnak a kórházak, amelyek jelenleg is teljesítőképességük határán állnak. Az építkezési szabályokat megszegők ellen nincs szükség kommandóra, állítja a keddi Dunántúli Napló cikkírója. A szakemberek szerint elsősorban a családi házat építők követnek el szabálytalanságokat, vagyis a kivitelezés során eltérnek a tervben előírtaktól. Kommandóra azonban nincs szükség, és az ügyek ritkán kerülnek a bíróságra. Az építkezők kifizetik a hatósági bírságot. Az önkormányzati gyermektáborok sorsáról, a gyermeküdültetésről is körképet olvashatunk. Mint kiderül, a mohácsi kisdiákoknak például a testvérvárosi kapcsolat kínál tengerparti üdülést. Pécset 4 tábor is működik. További részletek a holnapi lapból.